A magyar korona eredetéről, eltűnéseiről és sorsáról számos meseszerű történetet ismerhetünk. Az elmúlt években a korona kalandos útját már jóval gazdagabban dokumentálhatjuk, mint korábban, annak köszönhetően, hogy az akadémia által támogatott kutatócsoport szisztematikus kutatásokat végzett. Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb újdonságokat. Magyarország egyik, ha nem a legrégibb és leghíresebb emblémája a magyar Szent Korona. A tárgyat ismeretlenség, titokzatosság, sorsát a regényesség, hányattatás jellemzi. A korona keletkezése és története kapcsán számos feltételezésen vagy valós információkon alapuló írás látott napvilágot. Miután meglehetősen korán igen fontos kegytárgyá, sőt, politikai eszközzé vált, így nem csodálhatjuk, ha az ország és a korona sorsa ennyire összefonódott. Már keletkezésének története is a politika eszközévé vált. A pápaság és a császárság között folyó harc időszakában a két fél közötti lavírozás és az ország függetlenségének aláhúzása miatt kellett a Szűz Mária sugallatára Szilveszter pápa által küldött korona történetét megalkotni. Mai ismereteink szerint valószínűbbnek tűnik, hogy az eredeti koronát és vele együtt a lándzsát harmadik Ottó német-római császár küldhette. Az Árpád-ház kihalását vagy a mohácsi ütközetet követően a koronát megszerző trónkövetelők esetében hasonló szerepet töltött be a korona. A korona 1440 és 1463 között Frigyes császár kezében, majd a II. Világháborút követően szintén a politikai alkú eszköze, pontosabban annak tárgya lett. A mohácsi ütközetet követően Perényi Péter egyéni érdekeit szolgálta, hogy a trón melyik várományosának kezébe adja a koronát, amely ekkor már valóban nem csupán egy ékszer, hanem a magyarországi rendek szimbólumává vált. Sőt, Hunyadi János kormányzósága idején még oklevelet is adtak ki a korona nevében. A korona így egyfajta jogi személyé is vált. Jelentőségét részben ez is adta. Ettől vált fontossá nem csupán az első Ferdinánd és Szapolyai János, hanem első Szulajmán szultán számára is, aki megszerezte, majd János királynak adta át ismét a koronát. Ekkor Bécsbe, majd Prágába került. 1608-ban szabályozták sorsát, és így került állandó koronaőrség mellé, akik a pozsonyi vár ecérre megerősített tornyában őrizték a többi koronázási ékszerrel együtt. A koronaládába ekkor kerültek azok az iratok, amelyek minden egyes ládanyításkor dokumentálták a láda tartalmát, valamint a felnyitás okát. Ezekből az iratokból, de az országgyűlési naplókból is tudjuk immáron, hogy 1638-ban és 1784-ben is a ládát a kulcs elkeveredése miatt erőszakkal kellett felszaggatni. Az elszenvedett sérülések ma is látszanak. A korona állapotának az sem használt, hogy 1849 és 1853 között Orsovánál 1945-ben Salzburg közelében volt eltemetve. Titokzatosságához minden esetre nem kevésbé járult hozzá az, hogy a koronát és a koronázási ékszereket csupán ritka alkalmakkor és akkor is csupán kevesek által lehetett megfigyelni, mivel ezek az ékszerek kifejezetten királyavató klenódiumok voltak. Mindennapos használatukra a 16. századtól kezdve bizonyosan nem került sor. A rejtettség okozta azt is, hogy még a kortársak sem rendelkeztek róla valós információkkal, így sok sematikus koronábrázolással találkozhatunk. A korona első hitelesnek tekinthető ábrázolása már a 16. században megjelenik. Révai Péter koronaőr 1613-ban megjelent, de Sacré Coronae Regnae Hungariae című munkája e tekintetben valóban úttörőnek számított. A kötetben egy hitelesnek tekinthető korona ábrázolással találkozunk, amely nagyon hasonlít ahhoz, amelyet az 1618. évi koronázási ordóban is láthatunk. Az ordó 1916-ban ismét előkerült, amikor az utolsó király koronázásakor alkalmazták annak előírásait. Általában ekkor, vagyis a koronázások alkalmával lehetett megfigyelni a koronát. Kivételt képeztek az orsovai fellelés utáni ünnepségek, valamint a 19. századtól egy-egy tudományos vizsgálat. Az 1945 áprilisában elásott korona az Amerikai Egyesült Államok hadseregének a kezébe került, majd 1978. január 6-án ismét Budapestre, először a Nemzeti Múzeumba, majd onnan 2001-ben a mai helyére a parlament épületébe.